Harci fegyvert, úgynevezett tomahawkot készítenek a gyerekek fából Mórágyon, az egykori református plébánián. Fekete Zoltán bátaszéki református lelkész 2014 óta szervez cserkisztáborokat, amelyek mindig egy kerettörténetre épülnek fel. Idén 4 indián törzset alakítanak a gyerekek, akiket támadás ért és egy újabb lehetséges ostromra szeretnének felkészülni. Akkor ennek a keretmeséjében van minden program. Ugye este tábortűzzel zárunk, ott minden törzs kap egy kis feladatot, hogy elő kell adni egy bizonyos műfaj szerint egy jelenetet. A hagyomány szerint a program egy előtáborral, egyfajta portjával indul felső tagozatos gyerekeknek, amely során 24 kilométer túráznak a résztvevők, és egy-két éjszakát az erdőben is töltenek. A táborba visszatérve, a hét második felében már csatlakozhattak a kisebbek is, a fennmaradó időben pedig kézműves foglalkozás és különböző a cserkész módszerrel kapcsolatos ügyességi feladattal készültek a szervezők. Dürwanger Ákos már harmadszorra jár a táborban. A 11 éves fiú azt mondja, több hasznos ismeretre tehetett már szert. Mint például a szorító 8-ast, rengeteg féle megkötni, mint csomókat meg, hogy kell túlélni. Voltam egy 24 kilométeres portján, legyalogoltuk jó nagy táskával, és hát rengeteg minden. De más tanulok, ami fontos. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalok testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeinek fejlődését.